9 évesen kezdtem el vitorlázni. A Brencsán Ábelnél, a Vitorlás Szövetségben, egy vitorlás táborban Optimistbe ültem, egy 3-4 évet hópésztem, és utána ültem át lézerbe. Először az első évben radiáloztam, de aztán kiderült a második évben, hogy túl fiatal vagyok, hogy indulhassak radiában a nemzetközi versenyeken. Ezért átültem 4 hétbe, hogy nemzetközileg is tudjak versenyezni, és utána jött ez a bájt. Peti tavaly szeptemberben ült át a bájtba, mivel ez az ifjúsági olimpiának a hivatalos kategóriája, és a Vitorlás Szövetség kiírt akkor egy pályázatot, hogy ebbe a korba lévő gyerekek, akik már más hajóosztályban szereztek nemzetközi tapasztalatot, azok pályázhatnak és részt vehetnek ebbe az ifjúsági olimpia előkészítő programba. 4 hétben a világbajnokságon U15-ben harmadik lettem, idén-nyáron pedig radiában lettem az EB-n U17-ben harmadik. Az első megmérettetés az decemberben volt az Impériai Európa Bajnokság. Ez volt az európai országoknak a kvalifikációs verseny az ifjúsági olimpiára. Igazából úgy mentem ki, hogy csak férjek bele a nemzetek közötti egy hétbe, hogy kvalifikáljam a Magyarországot. Aztán az első nap után kiderült, hogy többre is képes vagyok ebben a mezőnyben. Hát a következő napokban is egyre nagyobb okunk lett a bizalomra, és hát az utolsó nap kiderült, hogy jó volt, hogy bíztunk benne, és sikerült megnyerni. Minden billentése változtas irány! Ez elég fura volt, hogy az első verseny egyből egy tétverseny, de elég jól sikerült. Főleg az elején az erős szelekben abszolút uralta a mezőnyt, és szinte rajt célgyőzelmeket aratott a futamokba, amire nagyon büszkék vagyunk, és egy nagyon jó teljesítmény volt. A Peti lézer radiába versenyzett eddig, és pont azon a súly határon van, ami még éppen jó ebbe a bájtba. Ha kicsit gyenge szél van, akkor ez nem igazán előny, de erősebb szélben viszont egy pici előnye van a többiekkel szemben. Giba azt mondja, hogy ilyen 50-től 65-ig van az ideális. De hát én 69 vagyok, aki az EB-n második lett, ő is biztos megvan 70. Szóval igazából széltől függ, hogy hány kiló az ideális. Szüksége van nemzetközi rutinra, és a bájtba itt Európában elég kevés nemzetközi versenyre tudunk elmenni, úgyhogy április közepétől június végéig ismét lézerezni fog, és utána július második felétől, akkor már arccal az olimpiára, akkor részben itthon készülünk,
illetve reméljük, hogy legalább egy héttel az olimpia megkezdése előtt ki tudunk utazni Szingapúrba, és akkor ott a helyszínen még, ami az utolsó napokra kell, azt még ott meg tudjuk tenni.